Varga Farkas vagyok, kísérleti fotográfiával foglalkozom, amelyet vak expozíciónak neveztem el. Ez azt jelenti, hogy többnyire nem a kellesőn keresztül komponálom a képeimet. Ennek az egyik indítéka volt az, hogy volt némi bizalomvesztés a kellesőn keresztül elkészített felvételekkel kapcsolatban. Mindig egy kidolgozott fototechnikai eljárással dolgozom, amelyet konzekvensen követek a fényképezés során, és amelyhez egy megfelelő különféle formákban megjelenő választás is követ. Azt mindenféleképpen el kell árulnom, hogy én egy sugalmazott állapotból merítkezem, amely meghatározza mind a kigondolt fototechnikai eljárást, illetve a választást is egyaránt, és ennek a sugalmazott állapotnak az egyik belejárója a kiszámíthatatlanság, amely az itt bemutatott képeken is nyomon követhető, és az a véleményem, hogy lehet nem keresőben nézve vakon fotografálni, de a látvány feldolgozása az a nézőre van bízva.